Madácsi Csergős, jó reggelt kívánunk minden kedves nézőnek, mert a madarak még alszanak, mi azért itt vagyunk, elérkeztünk ahhoz a fázishoz, ahol kiderül a hétvégén, hogy ki jut be a group stage-be. Az első körben a Gambit és a Cloud9 fog egy BO 5-ös szérián belül összecsapni. Jó magam, Csió vagyok, mellettem pedig Darcig van. Szia Darcig! Szervusz Csió, kellemes szép jó reggelt kívánok én is mindenkinek. Gondolkodtam, hogy trollkodok egy csicsergéssel, de nem voltam benne biztos, hogy összejönne, hát élő példa. Na, hát akkor üdvözlünk mindenkit! Egy remek mérkőzéssel kezdünk, egy régi rangadóval, Cloud9 Gambit Gaming összecsapás, Amerika-Európa. Kicsikét változott a felállás, a Gambit egy kisebb régióba szorul, de ettől függetlenül ugyanúgy Gambit maradt, a Cloud9 pedig ugyanúgy Cloud9 maradt. Észrevettem, hogy uzi szemeim vannak így kora reggel? Ez valamit elmond. Apropó, kora reggel egy pár dologgal csináld tartozunk. Ezt. Csináld ezt. Nem vagy uzi. Na mindegy. Buci, ezt neked! A lényegben viszont, ami fontosabb, hogy Levikének, hát egyik törzs nézőnknek, ugye a fiának születésnapja van. Boldog születésnapot kívánunk Magikának, a csemetéjének. Innen is üdvözlünk, kedves Levi, és még minimum 110 évet boldogan, és Diamondig meg se állj. Ezt kívánjuk. Kérdeztem, itt... menj tovább. Menj tovább. Ne állj meg Diamondnál. Kérlek. Darcig szólok, hogy tapasztalatot hallottuk. Szóval, kérdeztem a srácokat meg a cseten is, hogy ki hogyan érzi ezt az első BO5-ös szériát, és én 3-1-et tippeltem, az Gambitnek adok egy pontot, hogy elhozza. Te nagyon-nagyon radikálisan fogalmaztál, idézkérlek. Nyugodtan. Ha a Gambit egy meccset is hajlandó vagy képes elhozni a Cloud9-nál szemben, biztos, hogy nem jövök be további meccseket kommentálni, és biztos, hogy Amerika a legrosszabb régió a világon. Knox nem ennyire keményen, de ő is 3-0-ra tippelt, Balázsnak a predikcióját pedig elfelejtettem, vagy meg se hallottam, vagy nem kérdeztem szegénykémet. 3-0 azt mondja, hogy Gambitnek, így van. Ő Gambit szurkoló. 3-0, hát ezt én is hallottam, a többi pedig a fikció. De lényeg, hogy a Cloud9-nak sokkal jobban kéne teljesíteni. Egyébként nekik van is egy tagjuk, aki bekerült az álomcsapatba a külföldi kollégák szerint. Az álomcsapatban Sneaky volt a lövész. Lövész a Dream Teamben. Belekerült az álomcsapatba, és még lövész is lehetett, úgyhogy duplájú a móka. Not bad. Az indoklás amúgy az volt, hogy egy kicsikét komolyabbra fordítsuk a szót, hogy lövészként annyit csinált a csapat harcokban, amit egy lövésznek kell. Remekül pozícionált, és nagyjából ennyi volt az indoklásunk. Ezzel egyébként úgy nagyjából szerintem meg is lehetem elégedni. És azért is fogalmaztam ennyire radikálisan, hogy a Cloud9-nak már pedig nem szabad meccset ejteni a Gambittel szemben, mert a Cloud9 egy olyan csapat, aki már a múlt években is rossz teljesítményből felállva, akár a döntő közelét is meg tudta célozni, akkor nehogy már egy play-in szakaszban egy Gambit ellen, akik ide is bukdácsolva jutottak el, kelljen, hogy szenvedjenek. Ez így is van, régiók közti különbség biztosan, hogy érződni fog. Ettől eltekintve, hogy mindenki a régiójában kiemelkedő helyen végzett. Elbúcsúztunk már 8 csapattól, még 8 csapatunk bent van jelen pillanatban. 8 csapattól búcsúztunk el? Nem, Lotúrót. 4-től búcsúztunk eddig el fixen. Ma is holnap elbúcsúzunk még 4-től. Jövő héten hétfő kedden viszont nincs adás, egy kis pihenőt tartanak. Ugye kap Uzi egy kis buffot, meg minden, és utána nekiindulunk a group stage-nek 7 napon keresztül. Viszont itt vagyunk az első mérkőzésen, ahol a Cloud9 és a Gambit Esports fog összecsapni. Cloud9 felállása Licorice, Blaber, Jensen, Sneaky és Zeyzal, míg a Gambité. Steos, Diamond Prox, Kira, Lodik, Edward, és hát a tiltásainkat talán most már nem is nagyon kell felsorolni, viszont a lényeget azért kiemelhetjük, egy-két különlegesebb tiltást. Jensen kapott, illetve Jensen, vagy Licorice kapott egy Lissandra tiltást. Cloud9-nál azért előfordult ez a hős a felső ösvényen is. Aatrox, illetve Urgot is. A Gambit csak a felső ösvény célozta? Hát Licorice kapott egy kis fókuszt, ez így is van. Viszont Sneaky megkapja a jó kis kejszát. Nagyon kevés olyan lövészt látunk mostanában, aki igazán olyan domináns. I-Boy egyébként nekem nagyon tetszik ebből a szempontból, mert elég agresszív. Megnézzük, hogy Sneaky mit tud ezzel a Kai'Sával majd működni. Viszont ellenfélként ott van Lodiknál egy jó kis Lucian, míg Edward elkapta Alistart, és ha már stackek felhelyezése, akkor ebben Blabernek a kindredje is jeleskedni fog. A harapós fagy jelzőit, amit Brown felhelyez a célpontokra, könnyűszerrel így már, hogy két lövész is van, még egy Urgotot várnék, vagy egy Korkit a középső ösvényre, és akkor ilyen szétszincálós kompozíció lenne
a Cloud Nine-nak. Ugye Urgot már nem lehet, meg ki van tiltva, de Korki még érkezhetsz például. Mhm. Apropó cincáló, elérhető még az a hős is. És Diamond Proxnak a legjátszottabb dzsungelese egyelőre nem, ez Nachtar mérkőzés lesz most. Furcsának tűnik ez a választás, hiszen a játék végén szinte esélytelen, hogy bárkit meg tudjon ölni az a Nocturne, köszönhetően a béke szigetének. A jelzőgyűjtögetés miatt pedig a menekülése is igencsak könnyen fogható Braum által. Ezt a választást egyelőre kevésbé értem. Valószínűleg itt a Gambit arra lavírozik, hogy a játék korai szakaszát olyan mértékben megnyomják, igen, hogy abból egy nagyon gyors győzelem kerekedik. Vakmerű, de működhet. Ezt láttunk már eldobott mérkőzéseket egy jó kis invade-nél. Ott is ilyen jól emlékszem, éppen Nocturne volt. Reméljük, hogy ebben a Gambit most nem fog szerepet játszani, és nem lesznek ilyen botorok, hogy lopkodni mennek, pláne, hogy egy Braum is van, hogy te is említetted. Érkeznek a második körös tiltások, LeBlanc a Cloud9 első tiltása a második körben, míg a Gambit azt mondja, hogy Ornn, még egy kicsit bántsuk Likoris felső ösvényét, plusz Zilean Jensen-től elletvéve. Furcsa egyébként, mert Likorisnak egyelőre a playing szakaszban inkább tank karakteré vannak, amelyeket játszott, még egy Gangplank csúszott bele mindösszesen, és még így is nagyobb százalékban osztja ki a sebzést, mint az a Steos, akinek két Lissandra, egy Aatrox meg egy Urgot mérkőzése volt, tehát aki inkább a carry felső ösvényesekkel játszik. Mi lehet ennek az oka? Pontosan ennyit tudok rá én is mondani. Igen. Ez egy nagyon jó kérdés, az viszont biztos, hogy Lissandra. Lissandra, Syndra az utolsó tényleg, Lissandra az első körben volt. Nekem egyébként nagyon tetszett azért az utórengéses Lissandrás megoldás felső ösvényre. Volt benne ráció kétszer is. Uh-huh. Jól meg tudták fogni vele az ellenfelet. Maokai! Jönnek a kutyán majom cicánk a bokorba, akik elég csúnyán lassítanak és pukkadoznak, hogyha elkapnak valakit. És őrszemeknek sem rosszak egyébként. Kihelyezve Ryze Jensen kezei közé jön. Hát egy béke szigetéből való világséta, az úgy izgalmas lehet. Uh-huh. Világugrással elmenekülni. Biztosan mindenki életben marad, és még el is húzunk onnan. Viszont eddig Braumon kívül nincs túl sok tankja a Cloud9-nak, és ezért kettő Uber tankkal rendelkezik egyelőre, a Gambit, ugye Maokai és Alistar személyében, ezért a Poppy indokolt Likorishoz, aki felülírhatja a csapatharcokat. Nem tűnik egy gyors összeállításnak amúgy a Cloud9-é. Még a Kindred választással együtt sem, akinek szintén nem rossz azért, hogyha telik az idő. Kíváncsi leszek, hogy tényleg életben marad-e a Cloud9-nak az összeállítása addig, hogy ők nyerjék meg a mérkőzést, vagy a Gambit bedarálja őket. Lucian-nel, Nocturne-nel, és talán még Orianna-val is van erre lehetőségük. Pont az Orianna montázs volt nagyon szép egyébként a felvezető videóban, amit ti természetesen nem láttatok, csak ha a Riot Games csatornáját néztétek. Amikor az SKT fordított az EDG ellen 9000-es arany hátrányból egy gyönyörű szép Orianna végső képességgel, vagy kombóval inkább, az elég sokat elmond a karakterről. Jobban örültem volna, hogy a Lucian mellett van a Braum. Kicsit biztonságosabbnak éreztem volna. Viszont Alistarnak így kétszer-háromszor is meg kell gondolni, hogy mennyire megy agresszívan előre. Passzív gyógyításra sokat dob az ők alsó ösvényes párosukon. És talán mobilisabb karakternek mondhatjuk, mint a Kai'Sa-t. Legalábbis a játék korai szakaszában ugye könnyebben tud csúszkálni. Uh-huh. És ilyen nem elhanyagolható, hogy ilyenkor alaptámadásokat is kap Lucian. De nekik nincs harapós fagyuk, amit felhelyezzenek. Viszont egy jó kis Alistar felütésre szerintem 2-4 alaptámadást is van ideje kiosztani a játék korai szakaszában ennek a Lucian-nek, ami bizony fájhat még egy Braumnak is. Középső ösvényen a Ryze jól bevett passzív ösvénytoló, igaz nagy sebzésre rendelkező karakter, viszont Orianna közelében nagyon nehezen fog odaférkőzni, aki a golyóval tudja majd zónázni őt. Nagyon idegesítő egyébként, hogy amikor Orianna ellen játszol, olyan, mint hogy két karakter ellen játszanál, mert persze figyelned kell, hogy mit csinál Orianna,
ugyanakkor a golyócsomagyatot figyelmen kívül attól is távol kell tartanod magad. Ez a kettős zónázás pedig nagyon sok karakternek igen csak fájó tud lenni, valószínűleg rá ez is amúgy ebbe sorolható. Ha Gambit okos, akkor a középső ösvényt olyan babysitbe rakja, hogy elképesztő. Tehát a Ryze-t azért könnyebben el lehet kapni. Úgy gondolom, hogy egy Nocturne Orion a páros, még hogyha valamelyiket lefogja Runa Burton-nel Ryze, akkor is ott van Nocturne-nek ugye egy kábítása, amire Orionnal tud majd reflektálni egy jó kis diszonanciával, vagy hogyha Nocturne kapja el a Runa Burton-re, akkor Orionnal szabadon tud sebezni. Úgy gondolom, hogy ha valakit el lehet kapni jelen pillanatban, akkor az mindenképpen Jensennek a Ryze-a. Az alsősvényre, ahogy te is mondtad, Braumra nem túl szerencsés érkezni, vagy Braumhoz. Felsősvényre meg egy poppit megenni. Azért ahhoz kell tehetség, pláne úgy, hogy nem egy urgot van veled a csapatodban, Stylosnál, hanem egy Maokai, akinek ugyan van sebzése, de nem kiemelkedően sok. Edward pedig lagol, jelen pillanatban nem. Valójában nem, csak megadta az Ezreal-nak így a első vér adta lehetőséget. Aki egyébként kifárasztással érkezett, tehát az ösvényfázisban egyébként se akarnak más, csak inkább túlélni. Emiatt van Sneakynél is gyógyítás. A másik oldalról Lodik teleportot hozott, minél kevesebb farmról maradhassal az ösvény fázisban. Mellette Edwardnál pedig ott van az égetés. Úgyhogy eddig az összeállítások igencsak jók. Előre nyomulás van amúgy. Nem csak Lucian-nél, de Kindrednél is. Ezek is a bónusz sebzés miatt érkeztek a mérkőzésre. Lucian-nél nyilvánvalóan azért ez megint csak az agresszivitást helyezi egy új szintre. Az a jó a mai és a holnapi napi mérkőzésünkben, hogy nagyon nem babra megy a játék. Tehát aki itt most veszít bármelyik B5-ös szériában, az bizony búcsúzik a világbajnokságtól. Innentől kezdve pedig apait, anyait beleadnak szerintem most a csapatok. Különleges tárgyválasztások nincsenek jelen pillanatban. Fontos megjegyezni amúgy szerintem, hogy Lodiknak semmi. Semmi? Ez pedig Kindred jelző tér, ha jól láttam, így is van. Blaber elhozta az első jelzőjét. Végre jól látni egy olyan Kindredet, aki nem a 28. percben kapja meg az első jelzőt. Márpedig láttunk ilyet is, itt a play-in szakasz alatt. Hát kinkeserves perceket él túl az a Kindred, de kicsivel szerencsésebb. Diamond Prox pedig elhozza a másik oldalon lévő sunyi sutyit. Az első sárkányunk pedig egy jó használható hegysárkány. És süti van Likorisnál, az édeszájú Poppy érkezhet. Aki egyelőre úgy néz ki, hogy elég domináns az ösvényét tekintve, egy egész minion hullámnyival tud vezetni. Jensen is megszerezte a minimális kis farm előnyét, ami most szintén egy teljes hullámnyira tehető, viszont életelőben közel sem olyan jó, mint Kira, akinek viszont manna problémái vannak. Nem mana barát amúgy, ha ösvényt akarsz szólni ezekkel a karakterekkel a játék korai szakaszában. És azért örül ennek Jensen, mert nála ugye romlás itala van, ami tölti vissza folyamatosan a manát. A kutyám olyan? Nem, azt látod, hogy Likorisz így, az effekt már így elkezdődött a Poppy leütésre, kúra, és így Stylos olyan szinten megfordult, így csapott egy hátra arcot, pedig nem is nyomta el a képességet. Lehet, hogy vagy valamit beszélget, vagy valami olyan gombot nyomott Poppyra, ami ugye kommunikációs szférát nyomott, és akkor így megijedt tőle Stylos, legalábbis én ezt véltem felfedezni. Csinált egy kissé visszahúzódást. Úgy érzem egyébként a korábbi kijelentéseim kis korrekcióra szorulnak. Na, melyikre a 24% sebzés kiosztása Likorisnek igazából a carry karakterekkel vannak, nem a tankokkal. Kicsit talán felcseréltem a mondandomban ezeket. Há, igen, az a két Lissandra azért az... Hát egyrészt a Lissandrák, igen, Aatrox, Urgot, ezek mind Likorisnél voltak. Amúgy vicces, hogy nem Likorisz tartják a legjobb urgot játékosnak a play-in szakaszban. Ezt a címet is Évi kapta. Vagy ezt a címet Évi kapta. Pedig Likorisz is joggal indult az elnevezésért. Királynak nagyon-nagyon haza kéne mennie. Sem annája, se életereje. Mondjuk Jensen is elhasználta mind a teleportját a haza menetel után. És neki sincs túl sok mannája, viszont egy fekete pecsét gyűrűre ruházkodott be, és nála még ott van 4 töltet a minion dematerializálóba. Blaber érkezhet, nem látják Edwardék.
Most viszont az őrszemnek hála lebukott, Edward villan egyből. Csak a csontpáncért lehetett kihúzni belőle, viszont az őrszem kihelyezés jó. Likos is teleportra érkezik vissza, hatatlanok szorításával pedig bőven fog tudni életerőt visszatölteni. Hát azért Jensennek ez a fázis rohamos megoldása eléggé bosszantó lehet Kirára, aki és nagyon nem szeretne hazamenni. Uh-huh. Blaber a közelben van, itt már le van készítve a rajtaütés, és Jensen a mana gyűjti valószínűleg egy runabörtönre. Amivel... Ajjaj! Az Likoris érkezéssel karöltve lehet egy hármas szendvics. Kira nagyon-nagyon sunyul hátrafele. Diamond Prox találkozik jelen pillanatban Likorissal. Egyből megy el. Jensen megérkezett. Kira még mindig nem tud hazaérkezni. Viszont így indokolatlan Blabbernek az érkezése. Még kettő torony közé csak nem fog bemenni. Jensen még azért húzza itt a dolgokat. Nincs hatos szint Diamond Proxnak is, talán ez a szerencséje. Mondjuk túl sok mannával sem rendelkezik az arány, ez elég bátor húzás volt, érkezik Edward kezdeményezés, fenn van az Ezreal pajzs, megérkezett Blabler, jó a fagyasztás Edwardra, gyűlnek a jelzők, megvan az első gyilkosság, és Blabler hozza el, Lodikot is célba vette Ezreal, akinek ki kell villanni a kifárasztás alatt, Kaisának nincs hatos szint, és talán ez menti meg egyedül Lodik életét, mert a talán torony alá is be lehetett volna menni, érte, hisz villanás a gyógyítás a Snakinek volt még. Értem, és egyértelmű, hogy agresszívan kell játszani az ösvényen a Gambitnek, az alsó ösvényen. De az, hogy meggondolatlanul teszik ezt, azt nem teljesen értem. Ötös szintelőnyt akartak kihasználni komolyan? Semmi rálátásuk nem volt, és tudták jó, hogy Blaber a déli féletekén van, a középső ösvényről lépett el nemrégiben. Akkor Edward miért ment befelé? Egy jó csere miatt, kérlek. Ez borzalmas volt, a gyógyítását el sem használta Sneaky, hogy a dzsungeles életben maradjon, így is megmaradt. Közben mondjuk bajba lehet Likör is. Így van, kapja az évet Kirától, akinek most van mannája, jön a végső képesség Stajosztól, aki utána villan a kivillanó Likörisnek, csak visszaütni Stajoszt lehetett, Kirának van sebzése, nekem is lehetne, de torony alá nem mehet be. Stajosz kérdés, hogy lekészíti-e neki, vagy megadja a lehetőséget, de úgy látom mind a ketten hazatéferegnek. Nem sikerül a Gambit rajtaütése, pedig elég sok minden kiment. Arra a Likoris poppira. Pedig legendás sebzése van egy mindössze higany léptekkel megáldott Oriannának, de nem, ez most kevés volt egy poppi eltüntetésére. Aki szintén ezt a tárgyat vásárolta meg egyelőre. Szép volt amúgy a védekezés a Likorisnek. Azt hittem, hogy Stajos azért villan előre, hogy őt üsse a kalapáccsa haza poppi, és addig az idő alatt majd a kellő sebzés kiosztja Orianna, de hát erre valójában úgy tűnik nem volt lehetősége Kirának. Maradunk az 1-0-nál a Cloud9-nak. Kira. Az érdekesség, az talán az aratás vásárlás lehet Snakinél, ennyi plusz pénzzel tudott hazatérni az első akcióban, retúrra. Ez a kánkard, nem rossz, érkezik Diamond Prox, és egyből a Likorisra mennek rá, akinek se villanása, se végső képessége, szép itt a Gambit is a felső ösvényes sikerült eltakarítani. Így azért van esély Stajosznak meg feltolni az ösvényt, és egy kicsi sebzés osztani ki a toronyra, ha nem lenne itt Blaber, aki majd szépen leformolja a kettős erősítésével az érkező minionokat. Jó rotációt láthatunk a Cloud9-tól, de nem volt ez csúnya kezdeményezés a Gambit-től. Így van, amint a felező vonalat túllépte Likör is, és talán még egy csúszás is volt benne a dologban. Azonnal Nocturne azt mondta, hogy na hát itt van végső képesség, igen, ott volt a csúszás, amúgy falra helyezte fel azt a Maokai-t, és ez azért is nem volt jó ötlet, mert semmi defenzív képessége nem maradt Likorisnek. Talán a kalapács sem volt elérhető, de ha igen, akkor könnyűszerrel meg lehetett szakítani. Azért annál nagyobb a töltési idő ezen a végső képességen, mint hogy két rajtaütésre is. Azt még az előbbi Stajosos kirás rajtaütésre használt el a bokorba. Azért mondom, hogy annál azért nagyobb a töltési idő. Hát sajnos nem talál a diszonancia Jensenre. Elég csofadt ez a Ryze, mert vékony karakter, nehéz eltalálni. Mégse egy urgot. Mondja ez Kira, aki Mumus cosplayben nyomja már évek óta. Egyébként tényleg nagyon hasonlítanak. Diamond Prox érkezhet. Végső képessége nincs. Ez pedig egy kék erősítés, eltulajdonítás. Diamond Proxnak van sújtása, de négy emberrel ő sem fog kötözködni. Ez Jensen fogja megkapni minden bizonnyal. És ez bizony Kirának még egy hatalmas érvágás. Ó, és az első sárkányra is lecsap Blaber. Abszolút kontroll a Cloud9-nál. Pedig a játék korai szakaszában talán nem feltétlenül ezt vártuk volna tőlük. A Gambit nem szól bele. Power farmol az a Nocturne, aki szint előnnyel is rendelkezik jelen pillanatban Kindreddel szemben.
Hát jó, én azért beleköptem volna így level levesében. Nem maradt túl sok ideje a sárkánya a vívott harc során. Aztán most itt van full életerőn? Mi van? Na mindegy. Elhasználta ugye a vadász italát, Stelios, megint kezdeményezés, éppen Likorist büntetik torony alatt! Azt a Likorist, akik visszaüt ugyan egy Maokai-t, viszont Diamond Prox meg tudja ölni őt! Likorist nem hagyja magát, utána villan Diamond Prox, viszont ebben ő is bele fog halni! Gyönyörű Likorist játék, hölgyeim és uraim, világugrással mennek előre, vagyis Jensen megy előre, és jó a lekötés Stelyosnak a Runa börtönre, elég gyors Jensen, hogy meg tudja büntetni Maokai-t, aki viszont visszaüti őt, majd torony alá rámegy, Jensen kivillan, Stelyos pedig meghal, hajd meg már! Jensen ne! Nem tudja megölni Stelyos, Edward meg beüti Zeyzát a torony alá, kínos oroszat lövés Lodiktól, hát mit művelnek ezek a srácok? 2v3-ban gyönyörűen védekezik a Gambit, Stelyos pedig nem akar meghalni, de tovább kötözködik Jensennel, aki nagyon-nagyon gyors a fázis rohamnak köszönhetően, de nem elég gyors, úgy néz ki. 2-2 az állás, és tornyot szeretne hozni időközben a Cloud9. Erre minden lehetőségük megvan, hogy Edwardnak nagyon kevés életereje van, és kettő lövészre azért csak könnyű ezt meghívni. Belehal Edward a buliba, pedig nem sok kellett volna Blabla eltüntetéséhez. A torony is megvan, és még egy gyilkosság kindreden. Bizony, bizony, ki blabrált Edwarddal. És még mindig ott tartunk, hogy a Cloud9 totális kontrollban. A felső ösvényes érkezés jó volt, viszont az volt a legszerencsétlenebb az egész akcióban. A szép menekülését érdemes azért végignézni amúgy Likorisnek. Szóval a szerencsétlen az volt, hogy ezt a lepuffanó pajzsot Likoris össze tudta szedni. Ezért kellett befelé villani a Diamond Proxnak, amivel ő már tudta, hogy kifelé útja nem lesz. Egyenlő csere, ez már jó a Cloud9-nak, és közben megérkezett még Jensen is. Ez az intenzív 1v1 pedig gyönyörű szép volt, Stelios is meg tudta játszani egy plusz gyógyítással és a visszacsúszást. Ki kellett villannia már Jensennek, mert a plusz lökésbe bizony belehalt volna. Aztán itt nem kellett jókolni, mert Steosnak amúgy nem volt villanása, és hogyha jól lövi Jensen a Q-ját, akkor meg lehetett volna a gyilkosság, de talán már pont elég nagy távolságot nyert maga, hogy itt ne halljon meg. Jajjaj, egyébként csak Stelios tud vezetni a Gambit oldaláról a farmokban. A többi ösvényen mindenhol lemaradás tapasztalható. A következő sárkányunk pedig ismételten egy hedge sárkány lesz, ezzel nem talál a harapós fagy. Így nem is tudja Snakey lekövetni őt. 36 jelző még jelen pillanatban zalatán semmire elkészül. Viszont a viharborotva az már kész nála, míg azért Lodiknak egyetlen egy kész tárgya sincs. Még nincs. Még nincs. Mondjuk van is árkülönbség a két tárgy között. Az így van. Jensen berendezkedett rendesen. Fekete pecsétgyűrű, romlásitala, könycsepesz, tekkeli folyamatosan. Kis felderítés Snakeytől. Mert itt bizony van egy szurdok hírnöke, amit ebből lecsaphatna. Igazi jelzőt nem ér, mivel az ellenfél dzsungelében van a béka, aminek jelzőt adna jelen pillanatban. De szerintem három jelzővel már rendelkezik Blaber. Teleporttal érkezik Lodik, aki a teleportja ellenére mégis folyamatosan le van maradva. Egy-két farmal, de az az egy-két farm az pont ezt jelenti, hogy Snakey egyelőre jobban teljesít. Mondjuk meg is kapta a babysitet az alsó ösvény. Megmutatja magát Edward. Egyébként sincs Hex villanója, úgyhogy nem tud váratlanul kezdeményezni a motorból. Öt ember itt van, érkeznek egyből Blaberre, jó a vonzás hullám, és érkezik minden, nem jött ki időben Blabernek a béke szigete. Snakeyt is szeretnénk megölni, Snakey kivillan a csapatharcból. Ez biztos, hogy így történt, és kétszer láthatjuk ugyanazt, hogy nem látjuk. Viszont megvan a szurdok hírnöke a Gambitnek, és nem ért ide Poppy és Jensen párosa, pedig volt világugrása. Na ez viszont az a harc volt, amit a Gambittől szeretnénk látni a játék korai szakaszában. Nem hagyják a Cloud9-t érvényesülni, akik viszont felesleges akcióba mentek bele. Hogyha ezt a hírnököt feláldozták volna, semmi probléma nem történik, már amúgy is megvan az első torony. Viszont így két embert ott hagynak. Egy jó kis fejpénz volt amúgy Blaberen, azt is szintén ott hagyják. És még mellette volt lehetőség a hírnöknek becsapódni, egy tornyot elhozva, egyet pedig lesebezve. Nagy sebzése van még a kevés életerős becsapódásának is.
És nézzük a visszajátszást. 5 emberrel itt van a Gambit. Hányal akar érkezni a Cloud 9? 3-mal? Teleportja egyébként nincs is Poppinak. Nagyon hamar meg lehetett gyilkolni a Kindredet, akinek a végső képessége ki sem ment. Valószínűleg erre lavírozottam, hogy a Cloud 9, hogy majd ezzel elhúzzák az időt, és akkor megjönnek a többiek is egy világugrással esetleg. De nem sikerült. A CC lock alatt eltüntették Kindredet, és ez az elkapás, ez 2 gyilkosságot, egy tornyot, egy hírnököt, elég sokat jelentett a Gambit számára. Így most már kimerem jelenteni, hogy visszatértek a mérkőzésbe. Eddig nem láttunk tőlük sokat, ez viszont egy gyönyörű szép megmozdulás volt. Maximálisan Orianna építi, közben a Ludent és Morello Omikont egyszerre. Most már azért folytonos sebző tárgy, ott van nála a kis gömbőc, amit a Morello Omikonból megszokhattunk. Pedig őrszem párbaj, viszont abban a bokorban többen is állnak, Edward jól érkezik. Hogy belefusson egy pofonba, így is van, a jelzők felkerülnek, láb-láb leérkezik, viszont jön Nocturne, aki egyből Jensen-t veszi célba, akinek ki kell villannia. Egyelőre tökéletes Diamond Prox-nak az érkezései, vagy arra, hogy segítsen csapatán, vagy arra, hogy valaki helyzetét megkönnyítse egy szorult hát momentumból, mert fogalmazzunk úgy, hogy Edward rossz helyen volt rossz időben, de még kijött a paranoia, ezért nem tudták felütni Blabberék a többi jelzőt, és ez egy sárkány a Gambitnek? Ők is elhoznak egy jó kis hegysárkányt, így egy-egyre módosítva az állást? Lesebezve Jensen-t, ez igencsak úgy tűnik, hogy meg lehet nekik, sőt megvan nekik. Amúgy Jensen egy kicsikét a játék korai szakaszára nagyobb hangsúlyt fektetett, mint a Sunrise-ok többsége szokta. Nem vásárolt korok pálcáját, helyette azt mondta, hogy azonnal befejezi a Seraphot, vagyis hát most még csak az Arkangyalt, a Seraph majd később érkezik ebből. Meg lesz a Cloud9-nak amúgy a második tornya a felső ösvényen. Nem fog ide érni Edward, Lodik nem is próbálkozik a közelébe menni a toronynak, tudja, hogy ez a halálával végződne. Úgyhogy jó döntés ezt feladni. Bizonyám. De azért segíted Blaber kicsit farmolni Lodiknak. Az ősi krúgoknál. Így már csak 7 minionnal van lemaradva. A rálátás egy kicsit szegényes a Gambit-től. Vannak mindent látó őrszemek, igaz kihelyezve, de végig a folyószakaszt a Cloud 9 uralja. És ez a vízválasztó, érted? Rodignak egyébként ez az első olyan mérkőzése, ahol ugyanazt a karakterét játssza, amit már egyszer megmutatott. Eddig 4 mérkőzésen 4 különböző lövésszel próbált teljesíteni. Sneakeros sajnos ugyanilyen szép statisztikám nincs, ő neki a 4 mérkőzésből 3 KS meccse van. Lehetséges, hogy a B5-ös széria keretein belül majd több tiltást is kap ez a karaktere. Igaza is van, miért módosítsunk azon, ami jól bevált? A jelzők folyamatosan szegény Blabbernek az ellenfél dzsungelébe szólnak, amit így Diamond Prox könnyűszerrel meg tud vonni tőle. A Stylos 202-es Maokája nem olyan rossz, 100%-os részvétele van a gyilkosságokban. Ezt egyedül Diamond Prox tudja még elmondani rajta kívül. Viszont Poppit most már nehezebben fogják büntetni. Valami parazsa is ott van nála. Romlási talából ugyan nincs már jelző nála, de azért nehezebb falat most már ez a pici ordulány. És Őrszemharc, amivel Cloud 9 100%-ig biztos vagyok. Még így a számadatokat igaz nem néztem meg, de 1000%-ig a Cloud 9 sokkal erősebb az Őrszem párbajban, mint a Gambit. Ez látható most is a dominancián, tehát azt a 4 darab őrszemet, amit kihelyeztek a piros csapat tagjai, könnyűszerrel eltávolították a dzsungelből, és semmilyen rálátással nem rendelkeznek, hogy merre tart Zeyzal éppen, merre tart Blaber éppen. Innentől kezdve pedig vaktába tapogatózik Kira is, aki bátran azért a középső ösvényen előre tud menni, mert neki még a tornya van, tehát ő egy kicsit biztonságosabban tudott farmolni előtte. Jó magyarosan megmondtam, hogy neki még a tornya van. Az őrszem takarításról beszéltél az előbb? Igen. Konkrétan 2 pozícióban jobb a Cloud 9. Csak? Támogatóban és felső ösvényen a többit mind a Gambit viszi. Az igen. Erre mondjuk nem számítottam, világugrással érkeznek Jensenék. Zeyzal is itt van, Snakenek a jelzőn nem talált. Zeyzal villan előre, kifárasztás Kirára, mindent kinyomnak, hogy meg lehessen ölni Kirát. Kijött a kifárasztás, kijött a villanás Zeyzaltól, kijött a Gletscher szakadék. Pintek kutyám füle, Jensennek a világugrása kijött.
megíri, Darcik, egy emberrel használni ennyi mindent? Valószínűleg ebből meg lehet a középső és fényes torony. Bár a Lodiknak van végső képesség egy hullámot kitakarítani, úgyhogy lehet el tudja odázni itt a dolgot. Mindjárt kiderül. Hogyha célpontot tud belőle hozni a Cloud9, akkor nyilvánvalóan megéri. Hogyha nem, lehet, hogy akkor is, mert húzzák az időt, és a Gambitnek a lehetőség ablaka az folyamatosan záró befele. Igen, a két szélső ösvényen a kék minionok hada tart, a piros tornyok felé, a tékettes tornyokat ostromolják folyamatosan. Hát jó, büntetve lett Kira egy-egy-egyes statisztikával rendelkezik, viszont a Luden elkészült nála, Jensen és a Morellon a Mikon felé tart, és van nála egy jó kis topper óra immáron. Sneaky pedig építi az AP sebzéssel rendelkező Kai'Sa-ját, és inkább ez vegyes sebzés lesz, ahogy látom. De mindenképpen Gizu düpengét fogja megvenni, ha jól gondolom. Cáfolj rám, hogyha nem. Viszont Lodiknál elkészült letaszított király kardja, és van egy Kán kard is. Azért most már félnivaló van Lucian-től. Legalábbis egy Blabernek, vagy Jensennek, a Sneakynek, hogyha magába találják. Mit fog vásárolni ebből a gyors Kán kardból? Szerintem... Félve merek reménykedni. Viharborotva? Jensenre villannak egyből, jó még az ugrás Maokai-tól, és bizony, meg lehetett volna ölni a vonzás hullám kijön, de ott van Blabernek már a védelmező végső képessége. Most érkezik be Diamond Prox, és így könnyűszerrel meg tudják ölni Jensent, hogy már nincs stopper óra, viszont Diamond Prox is belehalsz, neki még csak most érkezik ide. Stylos benn van és tankol, felgyűltek rajta a jelzők, Edvardékban nincs sebzés, Blaber még mindig él, kijön a gyógyítás Snakeyből is 2-0 életerős játékossal, de a Cloud9 fordít, Kirát megölik, Lodik benn van 3 ember gyűrűjében, 4 emberben, és Snakey folyamatosan sebzi, és megvan, ász a Cloud9-nak az első mérkőzésen, ez bizony a Gambit túlszámolta, és Baron Nashort fog érni 2 lövésszel, plusz 2 tankkal, sima, easy. Rossz döntés hozatal a Gambit oldaláról, egyértelmű, és egy gyors Baron Nashor a Cloud9 csapatának. Innentől kezdve viszont úgy gondolom, hogy a Gambitnek már nem kéne visszatérni. Eddig voltak szép megmozdulásaik, de talán ennél tovább ez nem kéne, hogy elég legyen. Az még egy jó hívás volt, hogy Jensent kapjuk el valahogy. Bár a villanás elérhető volt és torony közelébe kerültek, de mindegy. Stopper óra, megint csak húzza az időt. Megérkezik Blaber, akinek szintén van villanása, és ezzel a villanással akkor átment Jensenen, hogy hihetetlen. Jensen így is meghal, hiszen jön Diamond Prox, akinek a stopper óra vásárlása megint csak kifizetődő volt, viszont a villanás utána már nem biztos, hogy megérte, mert így is meghalt, és még utána Stylos-t is be tudta bételni, hiszen ő is befelé ment ennek köszönhetően. Mindenki túléli a hátsó sorban. Sneakynek a gyógyítása életben tartja talán Blabert és kicsit Zayzát is, de nyilvánvalóan erre amúgy egy gyógyítás nem képes, viszont Sneaky érintetlen volt, és ezt ki tudja használni a csapatharc végén egy hármas gyilkosságra. Pont ő az, akit egyébként a leginkább letoltak. Igen. Blabernek is jó területi sebzése volt az össze-vissza ugrálással. Nagyon szép volt az érkezése a mentésre is. Nem tudom, ez annyira szépen megkomponált védelem volt a Cloud9-tól, hogy a Gambit se számított rá, látszott is az arcukon a megrökönyödés. Blabernek a békeszigetei mindig is baromi jól tudnak elsülni, elképesztő ügyesen használja ezen képességét Kindrednek. Viszont látom a Gambitben a lehetőséget. Csak maga, és most csúnyán fog ez hangzani, de maga a skill a kivitelezésben az hiányzik belőle, amiben ugye jobb a Cloud9, akármennyire is szeretjük a Gambitet, vagy nem szeretjük. Tehát magában a kezdeményezés tök jó volt. Volt benne összekomponálás, csak... Hát, igen. Volt benne craft. Craft, igen, az nagyon jó volt. Csak Cloud9 tapasztaltabb. Tapasztaltabb egy ilyen kivédekezésében, mint a Gambit egy ilyen végrehajtásában. Tehát nem toltak azért... be amúgy. Nem. Tehát azért láttuk, hogy ugyanígy megvolt a lehetőség ugye Kiránál, mikor eltüntették. Viszont ők nem tudták ezt kivédekezni, mondjuk akkor kevesebb ember is volt ott. Teljesen jogos ez a nézőpont is. Diamond Proxnál időközben őrangya készült el. Mm-hmm. Pedig eléggé úgy tűnt, hogy egy viharborotvát akar befejezni. Nem néztünk mostanában rá az arany különbségekre, viszont ez már így elég csúnya. Nézőpont kérdése, lehet ez szép is? Hát igen, attól függ, hogy kinek tetszik az a 8000-es, mondjuk a Cloud9 szerintem lájkolja ezt az egészet. Diamond Proxy-t közben hoz egy felhő sárkányt, így sárkányokban ők tudnak vezetni.
Viszont ezért már egy T2-es turnyot biztos, hogy áldozniuk kell, mert ezt nem fogja kivédekezni Lodik Edward párosa. Esélytelen, vagyis inkább bátor húzás lenne Jensenékkel. És így egy elég nagy minion sereg maradt erre az inhibitort védő toronyra is. Megjöttek a királyék, itt van mindenki. Pici a rakás, mondhatná ezt a Gambit. Gyönyörű végső képesség Likoristól, kettő ember, három ember tudott elküldeni. Bucsöröcsögére Diamond Proxnak pedig leesik az őrangyal. A vonzás hullám jó, de a sebzés az bőven kevés ahhoz, hogy bármi legyen belőle. Edvard kap egy runabörtön, kijön Maokai végső képesség. Lekötöznek ugyan két embert, de hát ezt lekövetni ki az, aki le tudja. Időközben világugrással átmennek a középső ösvényes toronyhoz. Jensen, te állat! És hozzák a második inhibitort. Bizony szeretné rövidre zárni a Cloud Nine, viszont most jár le a Baron Nash az erősítés, így vissza kellene vonulni. De az a szerencséje. Apá, szerencsen! Na nézzük, Diamond Prox bemegy rajta, nincs őrangyal, a békeszigete kijön, ebbe megy be Diamond Prox, hogy túlélje az egész csapatharcot. Lodiknak kijön a végső képessége, de felfogja az Eizal kb. Az egészet a pajzsával. Stylos még mindig tankol, de mit csinálnak? Edward beszorul három ember közé, és a Jensen-es kezdeményezés az megváltoztat mindent, mert jó időben egy róna börtön az bőven elég a Gambitnek, hogy elveszítsék az első mérkőzésüket. Bizony látszik a dominancia, de én még mindig azt mondom, hogy egy mérkőzést minimum elhoz a Gambit, mert nagyon ügyesen állták a sarat a 27. percig, de a skillbeli fölény az bizony meglátszik a srácokon. A Cloud9 ledózerolta, nem kevés arany előnnyel, egy 10k-ra minimum növelni tudták, éppen csak egy félszemmel lestem oda. Gyönyörű játék a Cloud9-tól. De a Gambitet is pacsi éri, úgy gondolom. Egyelőre ezt a pacsit arccal vették le, de teljesen jogos. Rosszabbra számítottam, akkor úgy mondom. Ennek a mérkőzésnek köszönhetően egy fokkal tisztább az, hogy miért ilyen kompozíciót választott a Gambit magának. Most egy kicsikét, mondhatjuk azt is, hogy külföldi kommentátorként mondom azt, amit mondok, mert az egész Gambit csapatszinten is, hívás szinten is egy trigger happy csapat. Imádják meghúzni a ravaszt. Azért játszanak, hogy harcolhassanak, és az öt játékost, az egész Gambitet én reckless csapatnak nevezném. Nem az játékos miatt, hanem az angol szó jelentésének értelmében, mert meggondolatlanul is belemennek ezekbe a harcokba, ami aztán vagy jól jön ki, vagy rosszul jön ki, ezt többször is láttuk ezen a mérkőzésen. Remélem, hogy a következő mérkőzéseken is ilyen összeállításra jönnek, mert annak az esélye, hogy egy ilyen tradicionális kompa leverik a Cloud9, szerintem minimális. Hát így húztam a szemöldökömet, hogy Reckless-et hasonlítottad, hiszen a világ talán mondhatni egyik legpasszívabb lövésze a 25. percig. Tehát ő farmol, aztán utána gyilkol. De igen, maximálisan egyetértek, hogy valami meglepő és mulatságost kell hozni a Gambitnek, amivel meg tudják lepni a Cloud9-t. Gondolok itt mondjuk egy Lux Morgana alsősvény párosra, vagy de csak példának mondtam, amire tényleg nem számolnak, vagy egy full CC kompal, vagy nem tudom, tehát tényleg én annyira sajnálom, hogy a Gambitnek nem sikerült a 20. perc után hívást kezdeményeznie, mert próbálták is, és tényleg volt benne ráció, ezt már elmondtam párszor, de a Cloud9 annyival klasszisokkal jobban kezelte ezeket a lélektani helyzeteket, hogy el sem tudom mondani, ami látszik a csapatok közti különbségben. Nem véletlenül nyert a Cloud9, nem sokára érkezünk vissza szerintem a második mérkőzéssel, addig is egy kis szünet. Jó reggelt!